Sziasztok! Ebben a kirakásban megnézzük, hogy 2023 évben milyen energiák lesznek. Csillagjegyenként megyünk végig, húzunk egy fő energiát az életkörtaróból, a cigánykártyával pedig pontosítunk. Természetesen ez egy kollektív kirakás, nem szól mindenkinek, de hogyha személyes elemzést szeretnél tőlem, útmutatást, vagy energiatisztítást, energetizált ékszereket rendelni, akkor a Facebook Marika Jósnő oldalamon ezt megteheted privát üzenetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok 2022-ben is. A sok pozitív visszajelzést tőletek. A YouTube csatornámon meg szoktam osztani az aktuális videókat, havi lebontásban, telihold jóslatokat, angyali üzeneteket. Ha még nem tetted meg, akkor csatlakozz a YouTube csatornámhoz, kövess be, lájkold az oldalamat, írj hozzászólást, így értesülhetsz az új aktuális videóimról. 2023-as évről annyit kell tudni, hogy ugye egy hetes rezgése van, ha összeadjuk egyenként a kettest és a hármast, akkor ez egy hetes rezgésű év. A numerológiában a Szaturnusszal analóg, ami a karma száma, ezért nem mindenkinek lesz könnyű ez az év, hiszen a karma ugye a tetteink következménye. Ha az előző években pozitív karmát teremtettél, akkor ez gyümölcsöző lesz, viszont ha nehezítések vannak, akkor ezt meg kell oldani. Ebben az évben szembesülünk azzal, amit tettünk. Az a tanulás és a fejlődés időszaka lesz, hiszen az a cél, hogy elérjük a bölcsességet. A Szaturnusz ugye a tanító, a nehezítő bolygó. Itt kollektív tanulnivalót is hozhat ebben az évben mindenki számára. Viszont ha asztrológiai szempontból nézzük, akkor ez a Mars éve. Úgyhogy ez egy harcias év lesz, hiszen látjuk, hogy ezen a lapon is a Mars az tüzes energia. Az a fő motívum, hogy védd meg magad. Tehát ez egy harcos energia, ezek a jellemzők intenzíven ott lesznek ebben az évben is. Meg kell mutatni magunkat, meg kell védeni magunkat, hiszen látjuk, hogy itt is ugye ott van a pajzs, ott van a kard, az istenség fel van szerelkezve, készen áll a harcra. Mégsem indul el, hanem megvédi magát, ha szükséges, tehát mindenképpen ez az energia intenzív lesz, kollektíven is, és ugye személyes, a belső harcokat is elénk vetít, tehát megoldandó feladatok vannak itt is. No, nézzük. Kezdjük a kosokkal, megnézzük, hogy mi a fő energia az életkörtaróból. 2023-ra. Kejhe kötös kaptuk. Önmagában a kejhek ugye érzelmes lap. A belső vívódásainkat is mutathatja, vagy egy új időszak kezdetét. A problémák, a csalódások, az is lehet, hogy valami gyászt, fájdalmat éltél meg, és ezt hoztad át 2023-ra, amit le kell tenned. Az is lehet, hogy valakit elvesztettél, valamilyen szerettedet, munkádat, vagy félelmek, aggodalmak voltak az életedben. Ezt most szépen ki lehet egyenlíteni, hiszen a kejhek, ugye érzelmek, lapok, látszik, hogy van választási lehetőség. Az ötös ugye az egyensúly száma is, tehát előrevetíti, hogy megoldod a feladatokat. Sokatoknál lehet egy érzelmi csalódás, egy lezárás, válás, párkapcsolati probléma. Tehát 2023-ban az érzelmi terület, ami hangsúlyos lesz neked. Na nézzük a kosoknak, hogy hoppá, mi az üzenet még. Így van, pontosan a lezárást mutatja ez a lap. A hamisságokat, a csalásokat, a negatív energiákat évelején sikerül lezárnod, és ha ez az elengedés megvolt, akár párkapcsolatban, munkában, bármilyen életterületen, ami neked ugye hangsúlyos volt, és érzelmileg hatott rád, itt vannak az új energiák. Tehát már évelején sikerül valamit megoldani.
munkában látunk változást, valami bepörög neked, szerelemben látunk ugye érzelmileg változást, ami megindul ez az energia, tehát célszerű valamit elengedni, ami neked hangsúlyos volt, és tiszta energiákkal bevonzani azt, ami az életedbe pozitívan gyümölcsöző lesz 2023-ban. Ezt akár egy energetikai tisztítással is, oldásokkal is megteheted, ha aktuális számodra és új energiákat akarsz mozgósítani, akkor írja a Facebook oldalamra is, tudunk egyeztetni. Mert látom, hogy itt az új szerelem lehetősége, lehet, hogy embereket zársz le, és pozitív személyiségű emberek lesznek akár a munkában is, hiszen egy csapatmunkát is látunk most, és harmonikus kommunikációt, vagy hogyha volt olyan ember az életedben, akkor elengedheted azt a negatív energiát. Sokatoknál volt egyébként olyan elengedés, ami ugye a halállal kapcsolatos, akár szülők, nagymama, nagypapa, ami ugye veszteséget okozott neked, ezt is szépen le lehet zárni már év elején, és nagyon szép, pozitív energiákkal indulhat az év, hogyha foglalkozol magaddal, és teszel magadért, hiszen ott vannak az örömök, a szerelem megújulása, akár egy új munka, ami hosszú távú, tehát le kell tenni ezeket az energiákat, és tiszta lappal tudsz indítani. No, nézzük, hogy Róna kártyám üzenete 2023-ra mi a számodra? Ehhoz? Most felgyorsulnak az események. Itt az idő az újrakezdéshez. Lép ki a régiből úgy, hogy nem foglalkozol mások véleményével. Legyen hited saját magadban és a döntésedben. Állj ki magadért és az igazságodért, vállalt fel magad. Csodálatos harmónia, hiszen itt az újrakezdés a kezdés lehetőségével. Lép ki a régiből, tehát itt van a lezárás, a negatív energiák elengedése, és legyen hited. Állj ki magadért és az igazságodért, hiszen ez az év, ugye, marsikus év, és ki kell állni magunkért. Nézzük a pozitív megerősítés számodra. A napot belül hordozom, fényem egyre ragyogó. Nézzük, hogy a bikáknak mit hoz ez az év, 2023-as év. Megnézzük a fő energiát. Hoppá, a kettő is jött, úgyhogy mind a kettőt megnézzük. Botok kettest kaptuk, és az érmék hármast. Ez az év nagy tűzzel, energiával indul neked. A kettes önmagában ugye mindig egy választást jelent, de akár párkapcsolatiban is, hiszen látjuk, hogy ezen a kártyán ugye két ember is van. Tehát tüzes energiával indul ez az év, tele leszel energiával. Az érmék hármas pedig az anyagi területen változásokat mutat. Tehát hirtelen változások jöhetnek. A hármas, az egy csapatmunkát is jelentett egy jó lehetőséget, tehát mindig tanulás jelent, tehát megdolgozol azért, amit van, nem hullik az öletbe, lehet, hogy lassú a fejlődés, de mindenképpen valamilyen új impulzus, egy hivatali előléptetés, tehát mindenképpen továbbhaladás, továbblépés. A problémák most megoldódnak, tanulást is jelenthet a kártya, tehát lehet, hogy tanulás előtt állsz, mindenért megdolgozol, de teljes energiával meg tudod valósítani. No, nézzük, kigánykártyám mit mond 2023-ra. Tehát anyagi változás lesz, ami hirtelen jön, ez biztos. A kettes önmagában egy döntés is, tehát mindig lesz választási lehetőséged. Nézzük. Így van, pozitívan állsz a dolgokhoz, a családhoz. Így van, és anyagi tekintetben lesz változás, így van. Tehát ami megakadt neked most, vagy nem jutottál 5-ről a 6-ra, az az akadály most elhárul, és az anyagi tekintetben már megindulhatnak nagyon hamar a dolgok. Pár hét, pár hónap, tavasszal már ott a több lehetőség,
Így van, ami most akadály volt, szépen elhárul, és vágyaid szerint ugye több dolog is beléphet az életedbe. Inkább az anyagi területet látom most neked hangsúlyosnak. Tehát így van, munka, vállalkozás, ami plusz pénzt hoz, nagyon rövid időn belül, ha elkezded és befekteted az energiát, munkában pozitív változások és anyagi gyarapod. Így van, anyagi gyarapodás. Lehet, hogy új vállalkozást indítasz, vagy olyan jogi dolgot, ami elindul neked ebben az évben. Sokatoknál lehet költözés is egyébként, még hogyha nem is tudjátok, hogy hova, vagy hogy. Ingatlannal kapcsolatos változások, ami hangsúlyos ebben a 2023-as évben. Tehát az energiarendszered jól működik, tele vagy tűzzel energiával, anyagi tekintetben lehet változás, tanulás, előléptetés, bármi. Tehát ez az energia, ami hangsúlyos. Na nézzük, hogy a runa kártyámnak mi az üzenete 2023-as évre neked. Dagaz. Eljött a te időd. A dolgok az öletbe hullanak, bármire is vágysz. Most egy olyan mágneses energiát használsz, amely minden előnyt magadhoz képes húzni. Ez az időszak boldogságot, áttörést, sikert ígér. Így van. Na nézzük a pozitív megerősítés kártyámat is, hogy mi az üzenet számodra. Időt adok magamnak, bármi megtörténhet. Na nézzük, hogy az ikreknek mi az üzenet 2023-ra, mi a fő energia, ami változást hoz. Az életkörtaróból megnézzük a fő energiát. Hoppá, itt is kettő jött, tehát hangsúlyos lesz, és több területen lehet változás. Kelyhek lovagját és a kelyhek apródját kaptuk, tehát valószínű ugye, hogy az érzelmi területen lehet változás, pozitívak alapok, hiszen ez mindig egy jótevő kártya. Ez lehet egyébként családtag is, akinél pozitív változás áll benn, hiszen az apród mindig ugye fiatalabb szemét, vagy valami segítséget is hozhat az életünkben érzelmi területen. Ott van a teknős szimbólum is, ugye a hosszú élet szimbólum, a lassú haladás, de ott a biztonság is. És a lovag, a kelyhek lovagja lehet egy olyan jó kis kapcsolat, egy érzelmes férfi, illetve hölgy, akivel 2023-ban tervezhetsz. Mindenképp egy érzelmes, intuitív emberről van szó. Tehát az érzelmek területén lesz változás. Na nézzük, hogy a cigány kártyán mit mond ezzel kapcsolatban. Mi a lényeges? Így van, tehát biztos, hogy párkapcsolati téren lehet változás, ha nincs párkapcsolatod, egy kommunikatív időszak kezdődik, rengeteg hódolót látok egyébként, van köztük olyan is, aki nem megfelelő számodra, úgyhogy hallgassa meg érzéseidre, mert vannak olyan emberek, akik esetleg csak szórakoznak, van párjuk, neked ez nem pálya, így van. Lesz fenti segítség, hiszen ráérzel arra, hogy mi az igaz számodra, és szerencsés karmikus dolgok jönnek az életedbe. Így van, tehát párkapcsolati érzelmi téren lehet változás. Évelején sikerül lelakni egyébként valami blokkot, vagy valamilyen betegségből való gyógyulást, és új energiákat látok. Mindenképp párkapcsolat és munka tekintetében is ott van határozottan a pozitív eredmény, tehát valami megindul, sikerült lezárnod a negatív energiákat, az is lehet, hogy egy válláson vagy túl, vagy olyan toxikus kapcsolatban vagy, ami számodra nem megfelelő, és az sikerül lezárnod, és új energiákkal mindent be tudsz indítani. Munkában, vállalkozásban, és családi, illetve párkapcsolati szinten is mind megújulás lesz. Na nézzük, hogy a runa kártyám üzenete neked. Genosz.
Itt az idő arra, hogy fejleszd a kreativitásodat, művészi képességeidet. Bármit is tevékenykedsz, amiben örömödet leled, a lelkedet táplálod vele. Minden hozzásegít ahhoz, hogy megoldj egy problémát. Engedd el a szorongást, a félelmet, egy régi szokást, vagy sérelmet, hogy tisztállás. Így van, az elengedés már folyamatban van, új energiákkal. Na nézzük a pozitív megerősítés számodra. Belső világon békés és nyugodt. Na nézzük, hogy a rákoknak mi a fő energia 2023-ban. Az életkörtaróból megnézzük. A botok királyát kaptuk, illetve a kardok királyát, bocsánat, hiszen ez kardok. A gondolatokon a kommunikáció lesz a hangsúly, tehát amit meg szeretnél valósítani, minden eszközöd meg lesz hozzá. Az is lehet, hogy önmagaddal kell egy kicsit viaskodnod, hiszen látjuk, hogy ez a férfi is a képen, mint hogyha egy kígyó tekeredne rá, és azt vágná le magáról. A kardok királya mindig egy aktív, aki fejben van, aki okos, tapasztalt, éles észre rendelkezik, az is lehet, hogy valamibe belefogsz, egy tanulási folyamat, vagy a függetlenedés is, ami neked előtérbe kerülhet, valamitől függetleníted magad. Az is lehet, hogy a munkában tudod a kreativitásodat kiélni, és olyan munkát választasz, ami neked pozitív. No, nézzük, hogyha a cigány kártyám mit mutat. Az is lehet egyébként, hogy párkapcsolatban lesz változás, de én inkább agyalást látok. De az is lehet, hogy egy levegősegyű férfi lép be az életedbe, illetve hölgy. No, nézzük. Betegség tekintetében a kezekre és a lábakra kell vigyázni. Így van, tehát itt is az agyalás. Az is lehet, hogy te vagy a kardok királya, hiszen egy levegős jegyű emberről van szó, aki fiatalos, fejben van, pozitív, minden negatívot maga mögé tud tenni. Sokatoknál van olyan, hogy külföldi munka, külföldi szerelem, az is lehet, hogy éppen egy olyan levegős jegyű ember lép az életedbe, aki messzebb lakik tőled, de ez nem jelent problémát, egy fiatalos, pozitív, tipikus ugye ikrek levegős jegy. Tehát a szerelemben mindenképp döntések lesznek. Az is lehet, hogy nem tudod még, hogy mit szeretnél változtatni, vagy a családban is lesznek változások, tehát a negatív energiákat le tudod tenni, és maximálisan támogatva vagy örömökkel. Emberi kapcsolatokban nem látok egyébként semmi negatívat, esetleg a szülőkre kell figyelni, mert lehet, hogy nem mondják, anyuka, apuka, egy kicsit lehet, hogy negatív energiában vannak, tehát többet kommunikálni, segíteni. Így van. Így van. Tehát a munkában, a pénzben is, ami idáig meg volt akadva, az most valahogy elindul, illetve a párkapcsolatban egy hozzád illő társ is ebben az évben betoppanhat, de mindenképpen több dolog és több döntés. Külföldi utazásokat is látok, akár többször is. Tehát ha szeretsz utazni, az is maximálisan támogatva van neked, nem tudod, hogy hova, de többszöri külföldi utazás, tengerpart, bármi, hiszen látom, hogyha elhatározott teszel is érte. Na nézzük, hogy a rúna kártyán mit mutat, mi az üzenet. Nézz szembe a félelmeiddel. Most egy teljes életet átalakító változáson mész keresztül, ami segít felfedezni a vadódi céljaidat. Erősítsd a szellemedet tudatosan, meditálj, gondolkozz pozitívan, tudd, hogy ott a fény az alagút végén. Ez az Ekváz üzenete. A pozitív megerősítés kártyám üzenete. Bocsánatot kérek mindenért magamtól és másoktól is.
Nézzük, hogy az oroszlánok mire számíthatnak 2023-ban. Az életkörtaróból húzunk egy főenergiát. Mi az a terület, ami hangsúlyos lesz? Kettő is kijött. Mind a kettő kejhetlap. Tehát az érzelmi terület, ami hangsúlyos lesz neked. És ebben az évben meg tudod találni, aki kell neked. Kiegyensúlyozott energiák vannak egyébként, ugye a kejhek ásza, az érzelmek elindulását jelenti, akár új kapcsolatot, új párkapcsolatot, tehát az ellentétek mindenképp kiegyenlítődnek az érzelmekben. És a tízes pedig egy ciklus beteljesülését jelenti. Tehát érzelmek területén valami elindul, és valami kézzelfoghatóvá válik, mintha beteljesült volna minden. A kelyhek érzelmes lap, itt valami elindul, és gyümölcsözővé válik. Na nézzük meg, hogy mit mutat a cigánykártyám. A párt keresel, akkor itt az ideje egyébként. Így van, több lehetőség is lesz, főleg tavasszal, ami megindul neked ez az energia. Hogyha párt keresel, akkor ott van a megfelelő személy, akár pár hónapon belül egy új szerelem, vagy a szerelem bestabilizálódása, ami neked pozitív energiákkal lesz. Ott van egy döntés, így van. Az is lehet egyébként, hogy messziről jön neked ez a szerelem, és kilátástalannak látod, de akkor is hinni kell, bízni kell benne, hiszen feloldódnak az akadályok. Ott van a döntés mindkét fél részéről, ha új párkapcsolatot szeretnél, de lesz lehetőség több lehetőségre is, tehát válogathatsz, hogyha szingli vagy, kommunikáció útján több jelentkező, ki tudod választani úgy számodra, ki az ideális. Betegség szempontjából nem látok problémát, tehát nem kell félni, így van, a vágyaidat meg tudod valósítani, és munka szempontjából, vagy hivatalos ügy szempontjából is új energiák vannak nálad, illetve a családba. Lehet, hogy a párodnak új munka, új vállalkozás, vagy valami olyan pozitív energia, ami persze az elején hozhat egy kis nehézséget, de mégis ott van, hogy támogatottság van. Tehát párkapcsolat munka területén is változások lesznek, lezárások, tehát nem kell megijedni, mert minden értünk van. Nézzük meg, hogy a rúnakártyámnak mi az üzenete. Ansúz, tudd, hogy erős vagy. Itt az ideje, hogy hallgass az intuíciódra. Kapcsolódnod kell belső magodhoz, és feltárni képességeidet. Bíz az isteni útmutatásban. Nézzük a pozitív megerősítés kártyámat. Mindig, minden helyzetben a legjobbra törekszem. Nézzük meg, hogy a szüzeknek mit hoz a 2023-as év. Az életkörtaróból kihúzom a fő energiát, mi az az életterület. Kelyhek lapokat húztunk. Kelyhek kettes, tehát itt az érzelmek területén lesz hangsúlyos. Itt is látjuk, hogy a két rák lenne, összefonódna az érzelem energiájában. Ez egy döntést is jelenthet egyébként érzelmi téren, ha olyan kapcsolatban vagy, vagy két ember közül kell választani. Ebben az évben érzelmi területen meg lesz a döntés, választás. Kétségeket is előhet a kártya, de egyfajta döntést is hozhat magával, tehát érzelmi terület. Na nézzük. Anyagi területen is látom, ha voltak megakadások,
mert sokatoknál volt ingatlannal kapcsolatos ügyek, kiadások, hitelfelvétel, akkor valami új energia bejön neked, úgy látom. Tehát meg lesz a pénz a lakásházvásárlásra, ingatlannal kapcsolatos ügyletekbe, ami neked ebben az évben nálad vagy a családodban ugye megakadt, erre is lehet megoldás, tehát új energiák jönnek. Te is megújulsz, a betegségből való felgyógyulást látom, a kártya azt üzeni, hogy vigyázz a csontokra, a fogakra, az ízületekre, és a kreativitásodat használd ki, mert újító vagy, kreatív energia van benned, úgy látom, hogy harmóniában vagy, az energiák rendben vannak, stabil vagy, és amit kigondolsz, pozitívan véghez tudod vinni. Így van. Családdal kapcsolatban, amennyiben ugye van gyermeked, látom, hogy ott is van támogatás, égi támogatás, a spiritualitás nagyon hangsúlyos, és pozitívan tudsz vonzani, azt is látom, de az is lehet, hogy egy új generációs gyermeked van, én most egy lányt, hát mondjuk lányt is, fiút is látok, tehát ott is, ott van ez az égi energia, úgyhogy a képességekre kellő időt kell fordítani, a spiritualitásra és a vonzásra, hogyha a párkapcsolatot szeretnél bevonzani, mert ugye a fő energia kelyhek, ott van a számodra megfelelő lelkitárs, aki egy pozitív, szerencsés, őszinte, és fejben is ott van. No, nézzük, hogy a runa kártyán mit üzen neked. Vunjo, itt az idő a pihenésre, állj meg, lassulj le. Ehhez megkapsz minden támogatást. Fordíts figyelmedet a szeretteidre, töltsetek több időt együtt, hogy töltekezhess pozitív energiákkal, a feltétel nélküli szeretet erejével. Szervez közös programokat, így van, tehát az érzelmek kibontakoznak. Nézzük meg a pozitív megerősítést. Kártyámból mit üzen? Pozitív dolgokat teremtek magamnak. Így van. Nézzük meg, hogy a mérlegeknek mi a fő energia. Hoppá, ez nagyon kirepült. No, nézzük a kelyhek négyes. Érzelmi területe lehet a változás. Látjuk, hogy a hölgy választhat a kelyhek közül. Az egyik eltört, a másik tele van, a harmadik félig üres. Tehát érzelmi területtel lehetnek döntések, a változások, de mivel a négyes ugye alapjában a föld száma, egyfajta stabilitás is van ebben az energiában. Az érzelmek területén meg kell újulnod, azt üzeni ez a tarólap. Nem szabad depressziósnak lenni, ha kisebb akadályok jönnek, akkor tiszta energiával ezt fel lehet oldani. Tehát érzelmes év elé nézel. Na nézzük, mit mond még a cigánykártyám. Így van, tehát rengeteg ember fog körülvenni. Karmikus kapcsolatokat látok egyébként, tehát itt van tanulnivaló, tanítanivaló. Az is lehet, hogy olyan emberekkel szakítod majd meg a kapcsolatot, akikkel már lejárt a karmád. Egyébként látom a pozitivitást, az égi összeköttetést, a spiritualitás kibontakozását, de a kártya azt üzeni, hogy akadályokat ne tegyél fel magadnak. Bíz magadban, és gyakorolj. Ha kudarcként éled meg, akkor még többet gyakorolj, és félelemnek nem szabad teret engedni, mert szerencsével meg tudod valósítani, amit szeretnél, akár anyagi téren is egyébként, tehát plusz pénzeket is látok. Sok embert körülötted, és érzelmi téren stabilitás mutat a kártya, tehát ha blokkokat feloldod, és nem esel depresszióba, akkor ott van a harmonikus kommunikáció, párkapcsolatban, ha párt keresel, teljes megújulás, kommunikáció, ragaszkodja, amit elképzeltél ahhoz, te is kreatív vagy, pozitív. Tehát már itt tavasszal rengeteg ember lesz körülötted, jó emberek, tavasszal akár megtalálhatod a szívkirályodat is, ha párt keresel, aki tele van vágyakkal, egy érzelmes, pozitív. Tehát az, ott az összeköttetés. Tehát ha a spiritualitásodat használod és vonzod, megteremtheted magadnak az érzelmi biztonságot.
és válogathatsz is. Ott van a megfelelő pár, tavaszra már megvan. Így van, gyönyörű lapok, ott van a szerelem. Ott van a szerelem, a hűség, tehát érzelmi területen. Ha csalódtál, akkor leteheted a blokkokat, és ott van az új párkapcsolat. Na nézzük, hogy a Luna kártyán mit üzen neked. Otila, családon belül pozitív változások jönnek az életedbe. Itt az ideje, hogy fogadd be a megújuló energiákat. A családi kötelékek gyógyulnak. Jó időszak a házasságkötésre, gyermekáldásra. Na nézzük, mi a pozitív megerősítés számodra. A boldogságot választom, szeretetben élek. Na nézzük, hogy a skorpióknak mi a fő energia 2023-ra. Botok, ásza, tüzes időszakban leszel, valami elindul az életedbe. A botok az ugye hamari megvalósulást ígér, tehát nem kell sokáig várni. Ezen a taró lapon egy gyermek születését látjuk, tehát az is lehet, ha arra vágytál, hogy bővüljön a család, akkor az is ott van. Valami elindul az életedbe, ami gyümölcsöző, tüzes, tele vagy energiával. Az is lehet, hogy olyan hirtelen lehetőségeket hoz az élet emberek formájában, ami neked megújulást hoz, tele vagy életerővel, egy új izgalmas találkozás is lehet az életedbe, egy új kaland. Tehát azt mutatja a kártya egyébként, hogy te is használd ki ezt a tüzet, ami benned van. Tehát mutasd meg a nőiességedet, a férfiasságodat, itt most valami elindul. Ez egy pozitív lap. Na nézzük, mit mutat a cigány kártyán még 2023-ra. Így van, a családi kapcsolatokban pozitív változás, hogyha távol vagy a szeretteidtől, akkor lesz lehetőség találkozásra, valami beindul. Azt mondja a kártya, hogy a családtagjaira figyelni kell. Lehet, hogy ez távolság, de lehet lelki távolság is. Most anyukát, nagymamát látok, vagy női családtagot, akivel egy kicsit sokkal pozitívabbá tudod változtatni a kapcsolatot. Lehet, hogy több törődése és figyelemre van szükség, de akár gyerekek tekintetében is, de ott nem látok problémát, hiszen megvan a harmonikus kommunikáció, ott van a szerencse. Úgyhogy a családi kapcsolatokat meg lehet javítani esetleg, ha olyan volt nálad, hogy kevesebbet beszéltetek, nem olyan volt a kommunikáció, vagy valami megragadt. Tehát ott vannak az örömök, jóval lehet változtatni. Érdekes, hogy nagyon sokatoknál kijön ez az új kezdet, a kreativitás. Úgy látom, hogy egyre határozottabb vagy, és tudsz tenni a céljaidért. Magad mögé tudod tenni, ami nem épít téged. Tehát tanulást is jelenthet a kártya egyébként, diplomát, bármi, amiben most belefogsz, amit meg szeretnél valósítani, mert látom, hogy több dolgot forgatsz a fejedben. Vágyaid szerint megvalósulhat minden, amire csak vágysz. Munkában is. Tehát könnyedében veszed az akadályokat. Mert ez a botok, ez egy tüzes, tele energiával, tehát a munkában is. Ha lezárás van, szinte azonnal lesz munka, tanulásban is, tehát szeretetteljes emberek vannak egyébként, és a családban is minden rendben lesz. Akár gyermekszületése is, egy szerelem gyerek, most fiút látok. Támogatva van. Nézzük meg a pozitív megerősítés kártyámból, hogy mi az üzenet. Illetve a Róna kártyámból először. És a pozitív megerősítés. Berkána, most arra van szükség, hogy felszívd az erődet, és fordulj arca a jövő felé. Itt az idő a lelki gyógyuláshoz. A női energiák most felszabadulnak, éld meg pozitívan, termékeny időszak veszi kezdetét az életedben.
Csodálatos ez a Berkana női termékenység, a tűz, az energia, mutasd meg magad, csodálatos harmónia. Szeretet vesz körül, mert én is azt sugárzom magamból. Na nézzük, hogy a nyilasoknak mi lesz 2023-ban. Taróból húzok egy fő energiát, melyik az az életterület, ami hangsúlyos. Érméklapokat kaptunk, az érmék ászát, tehát anyagi területen lehet változás, valamit elindíthatsz, ami az anyagi stabilitásodhoz nálad, vagy a gyermekednél, hiszen olyan, mint egy kengurút látnánk, tehát a családban anyagi gyarapodás várható, most kezdődik el valami, akár egy új munka, egy új vállalkozás, vagy valami olyan passzív jövedelem, ami neked stabilitást hoz, akár kiegészítő munka is, tehát az ász valaminek a kezdete, ebben az évben anyagi függetlenséget tudsz majd elérni. No nézzük, hogy mit mutat még a kártyám. Így van. Tehát itt is kijött a gyermek, és hangsúlyos, ugye itt is, mint egy kis kenguru vagy sárkány lenne. Tehát, hogyha gyermeket szeretnétek, családban gyarapodás is várható, hiszen ott van a szerelem gyerek, kettőt is látok, tehát több gyerek lehetséges, az is maximálisan támogatva van. Olyan, mint a párod megújulna, vagy akár te magad is, egy életszemélyiséget látok, aki kezdeményező és kreatív. A szerelemben több lehetőség is lesz, amennyiben szingli vagy, és ki tudod választani, ami számodra a megfelelő, hiszen látok egy érett férfit, illetve hölgyet, aki fiatalos, de tele van vágyakkal, pozitív, és ott van az összeköttetés köztetek. Munkában lehetnek változások, tehát anyagi területen mindenképpen, tehát ha most az energiádat belefektetett, hiszen látom, hogy többeteknél van olyan, hogy munkában nem jól érzitek magatokat, negatív energia van, változás, szépen le lehet zárni. Vagy egy új munkát, vagy egy új vállalkozást, vagy egy külföldi munkát, ahol jó energiák vannak, tehát anyagi területen mindenképp beindul valami, és így van, égi áldás van minden területen, a anyagiakhoz köthető ugye ingatlan vásárlás, vagy akár bármilyen olyan dolog, ami most neked aktuális, ami külső, belső gazdagságot is jelenthet, spiritualitást is ez a lap, hiszen az anyagi értékek a külső és a belsőre is vonatkozhatnak. Na nézzük meg, hogy a rúnakártyán üzenete számodra mi lesz. Ingúz. Ez a rúna a munkát és termékenységet jelképezi. Pozitív előjel a pályafutásod során. Most van itt a tökéletes idő, hogy kiugrást érj el a karrieredben és nagyobb célt szolgálj. Ne habozd megvalósítani, amit régóta tervezel. Csodálatos harmónia, munka, pozitív. Itt az idő, itt a kiugrás. Csodálatos harmóniában vannak a kártyák. Na nézzük, mi a pozitív megerősítés neked. Kreatívan és könnyedén oldok meg minden feladatot. Na nézzük, hogy a bakoknak mit hoz 2023, mi a fő energia, mi az a terület, ami változást hozhat. Botok ötös. A botok ötös egyébként egy tüzes energia. A tarólapon egy hadakozást láthatunk, de egy egészséges hadakozás, tehát az is lehet, hogy elhatározod, hogy most le fogsz fogyni, edzőterembe jársz, vagy bármilyen aktív sportot elkezdhetsz, tehát teszel az egészségedért, konkurenciát is jelenthet a kártya, de nem veszélyes át abszolút. Tehát a botok tüzes lap, tele leszel tettel, energiával, meg tudod védeni magad. Tehát tüzes lesz ez az év neked. Na nézzük, mit mutat még a kártyám. Így van. Munkában,
ha vannak negatív energiák, ami ugye emberekből adódhat, azt szépen tudod kezelni, új utak előtt állsz. Ez a tüzes energia nagyon begyorsul neked. Külföldi utazásokat látok, vagy munka, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatos. Nagy kommunikációt látok, új ismerettségeket, hogyha partnert keresel, nagyon-nagyon be fog pörögni neked már év elején, és folyamatos kommunikációt látok, választási lehetőségeket és egy okos partnert, aki hozzád illik. Tehát párkapcsolati szinten is lehet változás, tehát minden olyan, amiben tűz van. Tehát hangsúlyozz ki te is magadban a tüzességet. Így van. Több dolog van, amint töröd a fejedet, úgy látom, akár ugye a stabilitásod megteremtéséhez, hiszen látunk, ugye a családban vagy nálad már ott van, hogy biztonságban érzed magad, a gyerekek, a szeretet ott van, amit elgondolsz, több dolog meg tudod valósítani, ez egy ingatlannal kapcsolatos dolog is lehet. Így van, hiszen pénzgyarapodást látunk, a botok tüzes jegy, a családban harmónia, ott vannak az értékek kívül, belül. Úgy látom, hogy jól tudod a szeretetet áramoltatni, családban nincsenek blokkok, és ott vannak az értékek, tehát valószínűleg többször leszületett értékes ember vagy, aki maximálisan pozitív kisugárzással, nyitott szívcsakrával van mások iránt. Nézzük meg, hogy mi a pozitív megerősítés neked a kártyámból, illetve a rúna üzenete. Lagúz. Itt az idő arra, hogy erősen figyelj befelé, ne félj az ott talált intuícióktól és érzésektől, használd útmutatóként őket. Lehet, hogy némi munkát bele kell raknod, hogy felszabaduljanak ezek az üzenetek. Dolgozz magadon, és közben erősítsd az immunrendszered gyógytákkal, hogy elinduljanak az öngyógyító folyamatok benned. A jövő megtervezése rajtam múlik. Bízom magamban. Nézzük a vízöntőknek. Milyen évük lesz 2023-ban? Mi a fő energia? Botok hetes kaptuk. Úgyhogy tüzes energia lesz. Hirtelen dolgok, hiszen a botok tüzes lap, hamari megvalósulást ígér, olyan, mintha lenne egy pár ember a környezetedben, aki egy kicsit irigy. Tehát olyan, mintha meg kellene védened magad, látod, körbevetted magad ilyen botokkal. Mindenképp ott a győzelem, tehát ott a védekezés, sikeresen tudod magad önérvényesíteni, ott a védelem körülötted, ott a bot a kezedben, tehát meg tudod magad védeni, mivel hetes, ugye a karma Szaturnusz száma is, tehát törvényszerű dolgok jöhetnek az életedbe, de egyértelműen, ha kiállsz magadért, ami ugye ez az univerzális energia is egyébként, ez a szaturnuszi, vagy marsikus energia, amivel meg kell védened magad, maximálisan ott van, a vészhelyzet elhárul, és sikeresen védekezel, ott van a győzelem. Lehet, hogy egy kis nehezítéssel, de meg lesz hozzá az energiád. Na nézzük. Cigárkártyám mit mutat neked? Így van, tehát lehet, hogy embereket fogsz veszteni, vagy valamire fény derül, mert kapcsolatokat is látok, de új emberek is jöhetnek az életedbe. Tehát meg tudod védeni magad, kikerülöd a konfliktusokat, munkában lehetnek egyébként bizonytalan dolgok, vagy kissé nehéz energiák, de ez sem belőled, hanem más emberekből jön. Lehet, hogy ezt kell épp sikeresen megvédened, és így van, munkában, ha elindítod az energiát, bejelentett munkát látok, akár tavasztól új változásokat, külföld, utazás, begyorsulnak a dolgok, meg lesz hozzá a segítség, tehát maximálisan ott van minden, ami neked kell ebben az évben, hogy el tud indítani a hosszú távú dolgokat, mert tüzesen hirtelen jönnek a dolgok, de megoldások is lesznek rá. Azt üzeni a kártya, hogy betegség tekintetében vizsgáltass ki magad te is, éppen kommunikációt látok,
nincs probléma, hiszen támogatva vagy, de azért azt az éves rutint akár a vérvétellel kapcsolatban, vagy ha hölgy vagy nőgyógyászati, azt érdemes megcsináltatnod. No nézzük, párkapcsolatban változások, ha szerelmet keresel, nagyon hamar már ott van ez a tüzes energia, azt hozza neked, hogy kialakulóban van kommunikációs segítségével valami új. Sokatoknál van lezárás egyébként, ha nem a megfelelő partner van mellettetek, válás, szakítás, szépen lezárhatod ezt az energiát, és szinte azonnal ott van a másik, egy megfelelő szerelem. Anyagi tekintetben is látom, hogy ugye érett személyiség vagy, meg tudod magadnak teremteni az anyagi biztonságot hosszú távon, és a szülőkkel sincs probléma, tehát ott a szeretet, úgy látom. Nézzük, hogy a runakártyán mit üzen neked. Urusz, fordíts figyelmedet az egészségedre. Csodálatos kiegészítés. Itt az ideje, hogy megfelelően tápláld lelkedet és testedet is egyaránt. Szedj vitaminokat, egyél több gyümölcsöt, töltsd több időt a friss levegőn. Az energiaszinted növelésével hatékonyabban tudsz működni a hétköznapokban. Így van, a cigánykártyám is ezt üzente neked. Nézzük a pozitív megerősítést. Látom, ahogy valóra válik az álmom. Nézzük a halaknak, mi az üzenet. No, nézzük, mi a fő energia 2023-ra. Botok lovagját kaptuk, tehát tüzes időszak következik. Az is lehet, hogy párkapcsolati szinten valaki belép az életedbe. Tehát mindenképpen tüzes energiát látunk, és jó dolgokat. Na nézzük, mi a cigánykártyám üzenete neked 2023-ba. Biztos munkát látok, ha változtatni szeretnél, ott van a külföld lehetősége egyébként, tehát elindulhatsz, tavasszal lesz rá ajánlat. Hiszen anyagi stabilitás van, így van, még ha nem is tudod, hogy mi az, akkor is lesz rá lehetőség külföldi munkára, de egyébként utazásra is, tehát helyváltoztatásra. Ami még nem tiszta, az mind ki fog világosodni számodra. Párkapcsolati szinten jöhetnek új dolgok, több hódoló kommunikációval, hogyha szingli vagy, meg tudod valósítani önmagadat, hiszen ott van az új szerelem, a szerencse és minden új dolog. Tehát teljes energiával vagy tüzes időszakban, úgyhogy le tudod zárni esetleg, ami téged nem épített 2022-ben, hiszen lesz segítséged, az is lehet, hogy egy tüzes jegyű lovag, nem biztos, hogy párkapcsolati szinten, de segítség szinten is, akivel együtt tudsz működni, az ott lesz az életedbe. Sokatoknál van, hogy párkapcsolatot kell lezárni, azt most könnyedén megtehetitek, felszabadultok, megértek a feladatra, pozitív energiával tudsz működni, ott van a váratlan öröm az életedbe, és ne feledd, hogy a fentiekre hallgass, hiszen ott a spiritualitás nálad, bíz magadban, ott van a csatorna. Úgyhogy vigyázz az energetikádra, de azzal nincs probléma, és hallgass meg az angyalok üzenetét is, a fentiek üzenetét, akikkel kapcsolatban vagy, mert folyamatosan üzennek neked. No, nézzük, hogy a rúna kártyán üzenete mit mutat. Turisáz, tisztítsd az aurádat, növeld az energiaszintedet. A túl sok aggódás legyengíthet, védd le magad az energetikai támadások ellen. No, nézzük a pozitív megerősítést. Egyre jobban érzem magam a bőrömben. Így van.